Tibi atyának kedves minisztránsa, drága hívő barátom. Egy hívő vagy egy minisztráns nem mindig lát bele papja életébe, éppen ezért legendákat, mítoszokat gyárt vele kapcsolatban. Lehet, hogy ez történt veled is. Egy igazi Tibi atya helyett, egy virtuális Tibi atyát alkottál? Lehet, hogy érdemes lenne megismerned egy igazi papot. Figyelj, én készen állok rá. Ha úgy gondolod, találkozzunk. Egészségedre. Egyébként ízlik ez a bor. Tudtad, hogy a spiritus latin szó? És egyik jelentése lélek? Éppen ezért megyek Humbák földjére, mert téged is a spiritus, a lélek érdekel. Remélem, sikerül a földiekről, az égiekre irányítanom tekintetedet, mert az Isten lelke sokkal jobb hatással lesz életedre, mint bármely alkohol. Tudod, Tibi atya a pohár áltétét használom, mivel megvan a füves könyve. Én a Bibliámat fogom vinni a fesztiválra, ebből fogok sztorizgatni. Tomonko Sanyi szerzetes vagyok, és jelszavunk így hangzik, Veritas, azaz igazság. Rendünk is írtál a borhoz, könyvünk is jelen meg a témában. Szeretettel ajánlom. Emlékezz, nem csak borban az igazság, úgyhogy ne igyál túl sokat. Fesztiválon találkozunk. Addig is, Isten áldjon.